A kéz a kézben értelmi fogyatékosok és segítőik civil szervezetnek jelenleg 5 Down-szindrómás tagja van. Közülük egyik Nagyabonyi Jenő, aki számára fontos, hogy a szervezetben otthonra talált. Én itt vagyok a Mújhelyben, mint alapítótag, de én itt is tevékenykedek. Szedem most a tányérakat, meg ami van munka, azt muszáj megcsinálni, amit mondanak, de megfogom is, én csinálom. A Down-szindróma világnapja alkalmából a szervezet székházában a jelenlevőket Farkas Csaba és Rácz Magdolna köszöntötte. A civil szervezetben jelenleg 4 segítő foglalkozik a fogyatékkal élőkkel. Mivel hogy az én gyermekem is Down-szindrómás, és nagyon fontos ez, hogy lássák meg itt az emberek, hogy ők is egy ugyanolyan emberek, ugyanolyan tagjai a társadalomnak, hogy ne közösítsék már ki őket, hanem tényleg figyeljenek rájuk meg, minden sérültre figyeljenek. Ahogy azt mögöttem is láthatják, az ünnepi beszédeket követően a résztvevők a kéz a kézben értelmi fogyatékosok és segítőik civil szervezetének székháza előtt gyülekeztek. Innen indultak meg a sétára, amelyen közel 100-an vettek részt. A sétálók a város központján keresztül haladva jutottak el a Tiszapartra, majd végül onnan vissza a központba. Az akciót követően a résztvevőket Perpauer Attila, a községi tanács oktatással és művelődéssel megbízott tagja fogadta a Kölyök kuckóban. A helyszínen a Hófehérke óvoda óvodapedagógusai lufi hajtogatással kedveskedtek a jelenlevőknek.